A műsor támogatta a Haris Park. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a kutyatenyésztés meg az állatvédelem két külön dolog, és egymástól szétválik, sőt, egymással ellenséges. Abszolút nem osztom ezt a véleményt. A magam részéről nagyon örültem neki, annak ellenére, hogy tudom, hogy állatvédelmi szempontból ez egy robbanó elegy. Az átvédelem az nagyon-nagyon heves indulatokat gelt, és nagyon-nagyon érzelmi alapú, de sajnos a szakmai állatvédelmet nem lehet érzelmi alapon csinálni. És van egyáltalán Magyarországon ma szakmai állatvédelem? Tamás, te április óta vagy az FCI-nek az elnöke, a világ legnagyobb kutyás szervezetéről beszélünk, közel 100 tagországa van, és valahogy adná magát a téma, hogy arról beszéljünk, hogy fajtatiszta kutyák, törzskönyvezés, stb. De inkább beszélgessünk arról, hogy te hogy látod az állatvédelmet, az állatvédők munkáját, és most beszélhetünk akár hazai, akár nemzetközi szinten. Hát azt gondolom, hogy az állatvédelem az nem vehető egy kalap alá, ami történik ebben a témakörben. Nagyon sokféle állatvédelem létezik, pozitív és negatív. A pozitívokkal abszolút egyetértek. A minden élőlényt támadó állatvédelem burkába csomagolt tevékenységgel viszont nem. Azt gondolom, hogy az állatvédelem egyik alapja, ami a kutyákat illeti, ami engem illet elsősorban, az, hogy milyen állatokat, milyen kutyákat hozunk létre. Azokat az állatokat egyszerű, vagy könnyebb vizsgálni és jó életet biztosítani számukra, akik olyan körülmények között jöttek létre, hogy a tenyésztő gondot fordított arra, hogy milyen egyeteket pároztat, milyen lehetséges betegségek léteznek a fajtában, amik minden megtett azért, hogy ezeket kiküszöbölje, hiszen rengeteg teszt van ma már. DNS teszt, klinikai vizsgálatok, amelyekkel kiszűrjük ezeket a betegségeket. Másrészt az ilyen egyedek regisztrálva vannak, pontosan tudjuk, mikor, hol találhatóak, hova kerültek, kihez kerültek, és így aztán számos lehetőség van a kontrollra, illetve hogy olyan életet biztosítsunk számukra, ami méltó, azt hiszem, hogy ez a szó jó az állatvédelemhez, hogy méltó életet biztosítani minden állat számára. Nyilvánvaló, hogy minden tenyésztési program alapja, hogy az ember azt gondolja, hogy átveszi a jóisten szerepét, és majd ön megmondja, hogy a következő generáció hogy jöjjön létre, de azért ez a fajta szerepkör azt hiszem, hogy külső kontroll nélkül sosem működik igazán jól. Emiatt jöttek létre aztán azok a szervezetek országos szinten, illetve világszinten, akik biztosítják ezt a fajta kontrollt, és tulajdonképpen egy franchise szisztéma jött létre, ami azt jelenti, hogy csak nem minden országban azonos normatívák és azonos norma kontrollok léteznek az egyes fajtákon belül, pontosan azért, hogy a létrejövő egyedek olyanok legyenek, akikkel könnyű együtt élni, akik hordozzák az összes tulajdonságot, amit attól a fajtától elvárunk, és ez nem elsősorban, vagy nem csak külsődleges, hanem a fajtára jellemző karakterjegyek meglétét is jelenti, és lehetőség szerint minél egészségesebbek. Azért azt hozzáteszem, hogy az FC önmagában nem állatvédelmi szervezet. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a kutyatenyésztés meg az állatvédelem két külön dolog, és egymástól szétválik, sőt, egymással ellenséges. Abszolút nem osztom ezt a véleményt, mert azt gondolom, hogy minden kutya jóléti állatvédelmi program egy felelős tenyésztési programmal indul. Igen, tehát hogyha ez egy olyan, tehát hogyha azt nézzük, hogy tenyésztők kutyákat hoznak létre, akiket érinthetnek különböző állat jóléti, akármilyen problémák, akkor ez egy balgaság, hogy ez így elkülönül. Holott ezt elkülönítjük. Tehát a tenyésztők azért teljesen azt mondják, hogy ők elkülönülnek az állatvédőktől, és az állatvédők is nagyon sok esetben a tenyésztőkre fújognak, holott van egy darab tárgya az egész jelenségnek, van egy kutyánk, ami egy állat, egy élőlény,
és akkor annak a mindenféle problémáival foglalkozunk. Mi annak az oka szerintetek, hogy elment abba az irányba az egész, hogy van két társadalmi rétegünk, aki végülis ugyanazt csinálja más jellegű aspektusból, és mégis ott van a folyamatos harc, és ott van az, hogy nincsen az, hogy együttműködés. Oké, azt tegyük hozzá, hogy az állatvédők sok esetben egymással nem működnek együtt, és ugyanez igaz a tenyésztőkre sajnos sok esetben, de mi ennek az oka, meg mi kéne ahhoz, hogy ez az egész dolog elmenjen abba az irányba, hogy tenyésztők és állatvédők képesek legyenek egymással dolgozni? Igazából nem. Tehát a tenyésztő meg az állatvédő az nem két külön fogalom. Tehát itt azért szerintem nagyon sokat rontott a megítélésen a szaporítók. Tehát, hogy ugye az átlagember vagy a laikus kutyatartó nagyon sokszor nem tudja, fogalma sincs, hogy mi a különbség a tenyésztés a szaporítók között. Tehát ő szeretne egy külsőleg kiválaszt egy valamilyen fajta tiszta kutyát, nyilván, hogy az ár alapján elkezd válogatni, és halványra fogalma sincs arról, hogy mondjuk egy tenyésztő által létrehozott, ilyen csúnyán kifejezve kis kutyáról van szó, vagy pedig egy szaporító által legyártott selejttermékről, illetve hát nyilván az árából lehetne ebből következtetni, és szerintem ez az oka, ami a kutya vonalon rossz irányba vitte el. Mert ugye nagyon sokszor olyan genetikailag selejt kiskutyák jöttek létre, amelyek gyakorlatilag megkeserítik a tulajdonos életét. Beteg, tehát itt már nagyon fontos állatjóléti kérdésekről is beszélhetünk, és eznek ugye nagyon sokszor a fajták itták meg a levét. Tehát ugye azt szokták mondani, hogy addig van biztonságban egy fajta, amíg nem lesz divatfajtává, és nem kezdik el folyamatosan szaporítani. Tehát én azért úgy gondolom, hogy aki valóban hozzáértő, az nem választja külön a tenyésztő és az állatvédő fogalmát, mert egy tenyésztő az igenis állatvédő, mert nagyon átgondoltan csinálja a tevékenységét, mert nem hoz létre olyan utódokat, ami állatjóléti vagy állatvédelmi szempontból megkérdőjelezhető. Ezt mennyire gondolja végig mindkét fél? Mert ha csak én azt nézem, amit én Facebookon látok, hogyha állatvédőknek valami nem tetszik, akkor egyből a tenyésztőknek egy nagyon nagy része felháborodik, hogy oké, van normális állatvédő, de egy csomónak totál elvakult és totál valótlan követeléseik vannak, nézőpontjaik, elgondolások, és ugyanez visszafele is igaz. Tehát állatvédőknek megmagyarázni azt, hogy egy tenyésztő esetében, mit tudom én, történik valami, ne adj Isten, születik egy beteg egyed, ami benne van a pakliban, mert ugye nem nadrágokat várnak a tenyésztők, hanem biológiai egyedeket reprodukálnak, akkor fölzúdulnak az állatvédők. De de mit értünk állatvédő alatt? Tehát ez egy jó kérdés. Mi az, hogy állatvédők így gondolják? Tehát olyan, hogy állatvédő, olyan nincs, mert mindenki, aki szereti az állatokat, állatvédőnek mondja magát. Tehát állatvédőképzés nincs Magyarországon. Pont ezt akartam hozzátenni, nekem kicsit az az érzésem, hogyha megpróbálom beleképzelni magam egy teljesen laikus, például kutyavásárló helyzetébe, vesz egy kutyát, és ez lehet adott esetben egy jó tenyésztőtől származó törzskönyvezett kutya, és mondjuk beteg lesz, vagy hallja másoktól, hogy beteg a kutya, esetleg olvassa, hogy bizonyos fajtákban van egy erős genetikai beszűkülés, akkor megkérdezheti, hogy jó, de hol van akkor ez a minőségbiztosítási rendszer, ez a franchise? Tehát mi lett ezzel? Akkor mégis miért vannak beteg kutyák? Nem biztos, hogy egy átlag kutyás elsőre átlátja azt, hogy minden egyes ilyen lehetőségnek, minőségbiztosítási folyamatnak van egy átfutása. Tehát most genetikusként utalok arra, hogy ezek a genetikai tesztek, amik most már nagyon sok betegségre szűrnek egyszerre, csak néhány éve elérhetőek. Előtte lehet, hogy a tenyésztők a maguk részéről mondjuk jót akartak, de még nem voltak tisztában olyan folyamatokkal, amik mégis esetleg rossz következményekhez vezettek. Itt például a divatkan hatásra gondolok elsősorban. Tehát sokszor azt látom, hogy még a jó szándék mellett is a tudatlanság meg a nem látás viszi el olyan irányba a rétegeket, hogy kialakuljanak az ellentétek. Hogyan tud ez ellen? Tehát ugye, mert nyilván óhatatlanul jönnek olyan kiskutyák le, amelyek mondjuk ezt a fajta diszpozíciós betegséget hordozzák, mert én úgy tudom, hogy azért ugye nem akárhova adják el a komoly tenyésztők a kiskutyákat. Hadd mondjuk egy nagyon furcsa párhuzamot, lévén, hogy orvos vagyok. A leghosszabb ideje tenyésztett faj az emberi faj. Azt gondolom, hogy egyetlen más élőlény sem rendelkezik annyi további genetikai hibával,
mint az emberi faj. Ezzel a szakmámban szembesülök. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy a biológia mentén, a biológiai törvényszerűségeit használva működnek a tenyésztők is. Fölmerült a tenyésztő állatvédő közötti párhuzam vagy különbség, ahogy tetszik. Azt gondolom, hogy ez az alapvető az álláspont. Egy tenyésztő soha nem definiálja saját magát, hogy ő állatvédő. Ő ezt csak csinálja. Tehát az állatvédelmi tevékenysége a tenyésztőnek egy következmény, manapság azért már a célok között is föltűnik. Egy állatvédő általában nem tenyészt. Ő egy külső megfigyelő, és ebből a szempontból nem is baj, mert egy külső kontrollt, egy külső normatívát tud biztosítani a tenyésztők számára, ami nem baj egészen addig a pontig, amíg ez nem válik egy extrém tulajdonságá. Az állatvédelem manapság egy óriási üzlet. Ezzel szembesülni kell. Olyan óriási üzlet, amely jelentős pénzmennyiséggel dolgozik, ez a pénzmennyiség valahonnan származik, magánemberektől, ám de politikai befolyást is jelent. Tehát bizonyos szempontból az állatvédők politikai ágendát valósítanak meg. Amíg ez a politikai ágenda azt célozza, hogy kulturáltan tudjunk limitált számú kutyával együtt élni a mi társadalunkban, addig nincsen baj. Amikor ez a cél olyan szempontból változik meg, hogy ne legyen állat a környezetünkben, és ez irányú propagandát fejtünk ki, azzal nyilvánvaló, hogy sem egy tenyésztő, sem egy normálisan állatokkal élő, magán civil ember pártállástól függetlenül nem fog egyetérteni. De így ennek mentén választom én szét a jó és a rossz vagy célját tévesztett állatvédelmet. A tenyésztő mindig fog találkozni, nem a tenyésztő, a tulajdonos, aki megveszi a kiskutyát, mindig fog találkozni hibákkal, tekintettel arra, hogy a biológiában 100% nem létezik, semmilyen formában. A biológiában nincsen 100% nem létező fogalom, tehát hogyha egy tenyésztési program eredményeképpen, és ez nem egy generációt jelent, hanem többet, és azért egy kutya állat átlag életkora 10-15 év, de egy tenyésztési periódus 5-6 év. Tehát, hogyha néhány periódus alatt el lehet érni százalékban szignifikánsan kifejezhető különbséget, az egy óriási siker. És ennek minden egyes százalék mögött óriási pénztömeg áll, mert azért ezt ne felejtsük el, hogy ezek a tesztek, ezek nem csak úgy történtek. Ezek óriási ráfordítással, laborok részvételével és a tenyésztők részvételével történtek. Soha nem lehetett volna kifejleszteni semmilyen tesztet, hogyha a tenyésztők ehhez való mintákat nem adnak. És így lehetett ezeket megvalósítani. Tehát a törekvés, az elsődleges törekvés a tenyésztőknél erős. A kontroll az állatvédőknél. Ez a kettő működhet jól. Nekem az jutott eszembe, amit mondtál, hogy az tény és való, hogy az állatvédelemben abban pénz van. Én azt szoktam mondani, hogy ha olyan kedvem van, hogy én nagyon gyorsan, nagyon nagy összeget szeretnék szakítani valahonnan, akkor én nyitnék egy alapítványt, ami ezzel foglalkozik, csinálnék hozzá egy nagyon jó marketing kampányt, és abból nagyon sok pénz bejönne. Uh-huh. És ezt tudjuk, hogy ez Magyarországon, Ez működik is. Van, akik már csinálták ezt, meg jelenleg is csinálják, meg csinálni fogják. Bocsánat, ezt hívom én megélhetési állatvédelemnek. Ezzel nehéz egyetérteni. Ez etikai kérdés, ez így benne van. Tehát ez is mutatja azt, hogy Isten igazából az, hogy állatvédő és az, hogy állatvédelem, tehát egyetlen egy fogalommal az egészet leírni nem lehet. Így és mégis azt látom, hogy Magyarországon az egésznek a működése, tehát kezdjük ott, hogy kit nevezünk állatvédőnek. Tehát még mindig megvan az a felfogás, hogy állatvédőnek azt nevezzük, aki bajba jutott állatokat ment, és pont. És rajta kívül senki mást. Én nekem már megmondták, hogy én miért mondok bármikor, bármit is kutyákkal kapcsolatban állatvédelmi témakörben, hogyha én életemben nem mentettem még kutyát. Jó, persze,
És ezt egymás között is így felhoznak egy versenyt, hogy ki az, aki többet mentett, de te kevesebbet, mint én, és akkor te neked egészen biztos nincs igazad. De Magyarország, én szerintem a nyugat-európai helyzethez képest egy ilyen nagyon-nagyon kifacsart, kicsavart, nagyon torz helyzetben van. Tehát van nekünk egy civil szféránk, ami próbál valamit csinálni, nem ért hozzá, nem tudja Isten igazából, hogy hogyan kéne csinálnia, és sok esetben én úgy gondolom, hogy több bajt okoz, mint hasznot hozna az egésszel. Attila, ezzel kapcsolatban valamit érdemes tisztázni, mert hogy az állatvédelmet emberek csinálják. Egy nagyon erős motiváció az állatvédelemnek abban a szektorában, ahol állatokat mentünk, már bajba jutott állatokat mentünk, az érzelmi töltés. És ami teljesen helyén való, hiszen ezért csinálják, azért ezek az emberek nem pénzért csinálják ezt, hanem az érzelmi indítatásból, az ügyért való harcért. Tehát megértem az erős érzelmi hozzáállásukat, sőt, nem hogy megértem, hanem osztom, hiszen ez a tevékenységük alapja. De az állatvédelem nem ott kezdődik, amikor a bajba jutott kutyát mentem, hanem amikor olyan kutyát hozok létre, amelyik nem kerül bajba. Az előbb említett szektoron kívül ugyanis arra is gondot fordítok, hogy nem egy eladó központnak adom el a 8-7-es kiskutyákat, hanem mindenki szépen levizitali a házamat, beszélgetünk egy kávé mellett, megismerkedem azokkal a várható körülményekkel, ahol a kiskutya kerül, és az esetek jelentős részében, ami az esetek legalább fele, nemet mondok a kutya vásárlására az illetőnek. Tehát ez a fajta tesztelés, mert sokan szintén érzelmi okokból szeretnének egy kiskutyát. A gyerek is kérte. Hát akkor legyen. Hosszas vita után a családban eldöntik, hogy jó, a gyerek miatt legyen egy kutya. A 3 éves gyerek ezzel el fog játszani legalább 3 hétig, majd az egész felelősség és ezzel járó minden kellemetlenség a szülőkre hárul. Tehát a szülővel meg kell ismerkedni, hogy ő vajon képes lesz-e mosolyogva és pozitív érzelmektől indítva ezt végig csinálni 10 évig egy kutyával. És az esetek nagy részében egyébként képes, de ezt valahogy le kell tesztelni, és ez a tenyésztő dolga, és a tenyésztő ezt meg is csinálja. Igen, ez azért kell a másik oldal is. Tehát hogyha valaki eldönti azt, hogy oké, az a megoldás arra, hogy a gyerek ne rágja a fülemet, hogy kutyát veszek, hogy ő végig tudja gondolni, mert oké, hogy valaki elmegy hozzád, te felméred, és te azt fogod neki mondani, hogy nem adok neked egy nagy testű kutyát, 45 négyzetméteren laktok, nem odavaló az pontosan a fajta, stb. Ő azt mondja, hogy jó, te nem adsz, akkor én fogom magam is elmegyek tovább, és majd akkor hozok el mástól, aki nem ennyire szőrszál hasogató. Tehát ez szerintem egy annyira komplex. Pont az állatvédelem, hogy az a baj, és akkor mehetünk hátrébb, hogy a jogszabályok betartása, betartatása. Tehát abszolút egyetértek abban, amit mondtál, hogy az, hogy egy bajba jutott állatot mentünk, az már csak a jéghegy csúcsa. Hát tehát ez már ott ad a tüzet. Ez már a tűzoltás. Nagyon fontos, hogy leteszem, de pontos, nagyon-nagyon fontos, de az a baj, hogy sose lesz így vége. Tehát hogyha mindig csak a jéghegy csúcsát takarítjuk, tehát itt gyökerestől és a mélyétől kellene az egészet megreformálni, ami ott kezdődik, hogy betartjuk és betartatjuk ezeket a jogszabályokat, és amit én is kiemelnék, és abszolút megerősítenék én is, hogy az állatvédelem az nagyon-nagyon heves indulatokat gelt, és nagyon-nagyon érzelmi alapú, de sajnos a szakmai állatvédelmet nem lehet érzelmi alapon csinálni. És van egyáltalán Magyarországon ma szakmai állatvédelem? Szerintem azért vannak olyan állatvédő szervezetek és olyan aktivisták, akik azért már ezt szakmailag, tehát szakmailag helyesen teszik, tehát hogy meg tudják adott esetben például ítélni, hogy mondjuk az állat, maradjunk az állatmentésnél, hogy az az állat, megmentsük azt az állatot, tehát időt, energiát, pénzt áldozzunk rá, vagy arra az időre, energiára és pénzre, amit annak az egy állatnak a megmentésére fordítanánk, sokkal jobb, vagy az állatvédelem területen más területekre tudnánk felhasználni, és valahol itt kezdődik az egész. Egyébként ugye mi úttörők voltunk abban, hogy
gyakorlatilag induljon ez a szakmai állatvédelem. Tehát ugye az Állatorvostudományi Egyetemen is elindult már az állatvédelem, mint tantárgy oktatása. Tehát azért valahonnan az alapokból azért többen így próbálkozunk, hogy tényleg egy ilyen szakmai alapokra helyezni. Nagyon sok kapcsolatot tartunk önkormányzatokkal, olyan önkormányzatoknál dolgozó emberekkel, akik adott esetben ezeket a bírságokat, vagy ezekben az kiszabják, vagy állatvédelmi ügyekben eljárnak. Tehát valahol elindul, de pontosan a legtöbb támadást az állatvédői, úgymond állatvédői oldalról kapjuk. És de mit? Tehát ők, nekik ez? Hát az érzelmi, tehát amikor egy olyan döntést hoz valaki, ami heves érzelmi indulatokat vált ki, tehát mondjuk adott esetben mondjuk egy kutyaharapásos esetnél mondjuk egy nem megfelelően tartott, nem megfelelő családi környezetbe került, nem megfelelően szocializált kutya megharap valakit, mondjuk akár nagyon súlyos sérülést okoz egy akár a tulajdonosának, akár egy másik embernek, és mondjuk az állat kiirtása mellett döntünk, rendkívül heves érzelmeket vált ki, és azt mondják, hogy ez egy állatvédő, amikor legyilkolja ezt a kutyát. Én egyébként mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon érdekes, hogyha amikor mondjuk egy embertársunk valami bűnt követel, akkor érdemes megnézni az újságcikk alatt a kommenteket, hogy milyen változatos kínzási eljárásoknak tennék ki. Tehát a verbális lincselésnek a tetőfoka, amit azzal az emberrel elkövetnek, de ugyanakkor, hogyha mondjuk egy kutya teljesen szocializálatlan, abszolút képtelen beilleszkedni a környezetébe, és azt mondjuk, hogy már pedig ezt az állatot nem rehabilitálni kell, hanem likvidálni kell, akkor azt szígyák, aki ezt kimondja, vagy kimeri mondani. Tehát ebből a szempontból nagyon érdekes az emberek hozzáállása. És tudjuk hozzá, hogy nem azért nem rehabilitáljuk, mert nem akarunk vele foglalkozni, hanem azért, mert nem lehet. Mert nem lehet, vagy mert nem érdemes azzal foglalkozni, mert hány ilyen példa volt, hogy rehabilitálni akarták, kihelyezték egy másik szerintük megfelelő tartási helyre, és ott is harapott. És akkor ilyenkor mindig jön, mert hogy nem a kutyának a hibája, hanem az embernek a hibája. Ez és, igaz, de ebből a szempontból ez lényegtelen, hogy miért jutott ide. Meg hát azért alapvető szempont, hogy milyen infrastruktúrája van egy országban az állatvédelem lehetőségének. Tehát amikor azokban az országokban, ahol van erre szakosodott állatvédelmi rendőrség, aki elhozza a kutyát, hogyha onnan el kell hozni, olyan telepek vannak, és olyan telepeket létesítettek, ahol nem az a cél, hogy a kutya enni kapjon legalább, hanem profi szakmai kör kezdi a szocializálódását, hogy a kutya adaptálható, vagy adoptálható legyen a későbbiekben. Azért, hogyha ez hiányzik az infrastruktúrából, akkor ezt nagyon nehéz megoldani, és nagyon sok kompromisszumra van szükség. Hogyha a saját szakmámból, mondjuk onkológiából akarok egy példát hozni, a tenyésztő és a mentő állatvédő szerepköréből adott egy daganat, ami a probléma ebben az esetben, azt szimbolizálja. A tenyésztő ezt a daganatot el tudja távolítani hosszú idő alatt, hogy ez a probléma nem jelenik meg például a fajtában. Az állatvédő pedig fájdalmat csillapít. Az alap problémát nem szünteti meg a tevékenységével, de hogyha valakinek a családban volt daganata, az tudja, hogy milyen nagyon fontos a fájdalom csillapítása egy betegnél. Tehát az a tevékenység ugyanilyen fontos. Kicsit gyanakodva néztek engem, amikor az FCI elnöke lettem, és már a programomban is szerepelt ez, de azóta lépéseket tettem, hogy nemzetközi szinten állatvédő szervezetekkel fölvettem a kapcsolatot. És amikor az irodámba érkeztek Belgiumba, akkor általában egy, ahogy Kinga is mondta, egy felfokozott érzelmi állapotban érkeztek, hosszú listával, egyedi esetekről, amik megoldásért kiáltanak, egyetértek, hogy kiáltanak, de úgy távoztak az irodából, hogy együttműködési szerződéseket írtunk alá. Mert azt mindenkinek érdemes megérteni, illetve ez az információ, ez nem létezik az emberek tudatába, hogy általában minden országban az összkutya populáció
7-20%-a születik tenyésztők kezén. Mindenfajta politikai akarat és állatvédelmi akarat ezt a 7-20%-at próbálja meg kordában tartani, regulázni, szabályok közé szorítani. A fennmaradó 80-93%-ot pedig szabadon hagyja garázdálkodni. Ez az a tömeg, aki minden tudás nélkül, vagy pénzért, vagy csak egyszerűen azért, mert Fifi, aki egy kedves kis kutya, tehát egyszer hadd szüljön Fifi. És Fifi 8 kölyköt vet. És ez a 8 élet, az valami fajta megoldásért kiállt az elkövetkező 10-15 évben, és ez a megoldás, ez nincs biztosítva. Én tenyésztőként akkor hozok létre egy almot, meglehetősen ritkán, amikor sorjáznak azok az emberek, akik szeretnének kiskutyát. Biztos vagyok benne, hogy vaktában született alomnak is találnék gazdát, csak nem úgy, ahogy én szeretném, és akkor inkább ne szülessenek meg. Tehát ez a fajta felelősség, ez jelen kell legyen mindenfajta reprodukció esetében. És ez nem arról szól elsősorban, hogy ivartalanítsuk a kutyákat. A felelősség belülről jön. De azért az ivartalanítás is megér egy kérdés majd, ha később erről szó van. Szívesen elmondom a véleményemet. Mondjad, nehogy magadba tartsd. Nem tartom magamban. Ez bizonyos körökben divatossá válik, és van létjogosultsága. Tehát, hogyha párhuzamot vonok, megint be szeretek párhuzamot. Vannak a macskatenyésztők. A macskatenyésztésben gyakorlatilag havonta hoznak létre új és új fajtákat a világon, nem Magyarországon, amelyek különféle olyan tulajdonságokat hordoznak magukban, amik akár szúrhatnák állatvédők szemét. Sokkal kevésbé szúrja. Miért? Egyrészt azért, mert a kutya humanizált. Mindenki vindikálja magának a jogot, hogy megmondja, hogy az én kutyámnak, vagy a te kutyádnak mi a jó élet. Hogy ez a kutya hogyan lélegzik. Hogy ő azzal boldog, vagy nem. Egy macska esetében ez nem játszik szerepet. A másik nagy különbség, hogy a macska tenyésztők a bizniszt, és ezzel a szakmait, most nem a pénzre gondolok, a szakmai kontrollt cégen belül tartják. Ha egy olyan macskát szeretnél, fajta tiszta macskát venni, amelyik egy tenyésztőnél született, akkor azt nem kapod meg ivartalanítás nélkül. Vagy megkapod ötszörös áron. Ezzel a kutyatenyésztők nem élnek, és így aztán minden kutya, aki kikerül bárkihez, reprodukcióra képes. Miért nem? Azért, mert Fifike fiú. Hát Fifike férfi kell, hogy maradjon. Nem fogom ivartalanítani. A szukáknál ugyanez a helyzet. Hogyha egy szerencsétlen állatorvosi befolyás alá is kerül, megint csak anyagi megfontolásból a gazda, akkor azt is meg fogja hallani a harmadik oltásnál, hogy Fifike akkor él teljes életet, és akkor nem lesz emlőrákja, egyébként ebben még igazság is van, ha legalább egyszer kölyke lesz. Tehát itt millió tudati változásra van szükség, amit elkezdtünk csinálni, és azért itt ez például egy olyan témakör, ahol az állatvédők és a kennelklubok karöltve tudnának dolgozni. Az ivartalanításra kapcsolatban pont most jött ki egy tanulmány, és te olvastad. Én még igen? Igen, én csak átfutottam tegnap este. A Frontiers, azt hiszem ilyen Genetics-ben, tehát egy komolyabb szakmai labban jelent meg egy gyakorlatilag összefoglaló cikk arról, hogy főleg az USA-ban tendencia, ez amit, ami most szóba került, hogy a tenyésztők nem adják ki a kölyköket ivartalanítva, na most pont ez van, hogy minden hobbi célra kerülő kölyköt ivartalanítva adnak ki. Ez viszont, ennek van egy olyan hátránya, hogy gyakorlatilag a tenyésztők kezén maradó populáció, a szaporodóképes populáció nagyon szűk. Tehát ez is egy genetikai leszűküléshez vezet. És ezt tudományosan több szempontból vizsgálták. És pont emiatt volt egy olyan ajánlás alapban, és én részben a másik, a kutyakiképzői vonalam miatt is nagyon támogatom, hogy a tudatosságot kéne igazán fejleszteni, hogy olyan gazdáknak lehessen kiadni a kölyköket, akik alkalmasak arra, hogy legalább egy-két éves koráig, amíg a kutya
mérhetővé válik, tehát milyen a temperamentuma, egészsége, stb. Képesek azt ivarosan tartani. Egyébként is vannak arra indikációk, hogy nem biztos, hogy jó a kölyökkori ivartalanítás, hogy a hormonális rendszerbe bele tud szólni. Ez még egy vitatott téma, de éppen most jött ki erről egy tudományos cikk, és én a magam részéről nagyon örültem neki, annak ellenére, hogy tudom, hogy állatvédelmi szempontból ez egy robbanó elegy, hogy most ivartalanítsunk-e hobbi célra kerülő kutyákat, vagy se. Én olyan boldog lennék, hogyha már itt tartanám. Igen, igen. Mert most azért ezt ugye a magyar viszonyokkal ne vegyük egy kalap alá, mert nálunk ez az ivartalanítás, ez gyakorlatilag jelenleg talán az egyetlen olyan megoldás lehetne, hogy ezt az írdatlan mennyiségű kóborkutyát, főleg a vidéken szabadjára engedett, össze-vissza szaporodó kutyákat megállítsák. Tehát ez már én nagyon boldog lennék, hogyha már itt tartanánk, hogy ne ivartalanítsunk, mert nagyon be fog szűkülni a genetikai állomány. Én ezzel egyetértek, hogy most főleg a magyar viszonyok között első az ivartalanítás minden körülmények között, de szerintem abban a kutyás rétegben, ahol már van egy ilyen szintű tudatosság, lehet, hogy érdemes elgondolkozni azon, hogy kialakítani a tenyésztőknek akár egy ilyen kör, tulajdonosi kört, aki erre alkalmas. Egyébként azzal kapcsolatban, hogy ugye tehát itt állatorvosi vonalon ez már nem kérdés, tehát amit így mondtál, ez már nem kérdés, hogy tehát ilyen nem nagyon szűjjön fordul fifike. El. Igen, nem, egyszer. Nem, tehát ebben abszolút egységes az állatorvos társadalom, illetve jó, nyilván vannak vadhajtások, de lehet, hogy vannak egy-két vadhajtás, de nem ez a jellemző, tehát most már egyértelmű. Mert ti ezt meg cseszhetitek, mert az internet meg azzal van. Itt sipolás lesz. Egyben, igen. De és akkor most finoman mondtam, hogy cseszhetik, mert az internet népe, azért ő meghozza a saját maga igazságát, és ez szerintem egy nagyon nagy probléma, hogy akármit mond az állatorvos, akármi mi a vélemény, úgyis meg fogja mondani neked Gizike az akármilyen állatbarátos Facebook csoportba, hogy de ő tudja azt, hogy az ő kutyának mi a jó, és hogyha az ő kutyájának anyai örömök kellenek, akkor az ő kutyája akkor is szülni fog. De oké, hogy a tudomány az már előre haladott, csak az a baj, hogy az embereket ez nem érdekli. De ez minden szakmában probléma, és ez, igen, hát igen. Orvoshoz is most már úgy mennek az emberek, kívül. Hogy diagnosztizálják a saját, tehát ezzel nem tudsz mit ezzel csinálni, nem tudsz. Valamit kell. Úgy megy az orvoshoz, mint a kenyérboltba, hogy 2 kilót kérek, igen, ebből a fajta kenyérből, mert ő már tudja, hogy mi baja, tehát igen, nem is kíváncsi az orvos véleményére. Amit ezzel kapcsolatban még szerettem volna mondani, hogy például a Magyar Ebtenyésztők Szövetsége az évente 100 kutya fajta tiszta törzskönyves kutya ivartalanítását kifizeti. Tehát van egy ilyen fajta tendencia, amikor erre be lehet jelentkezni, hogy ezt az összeget meg lehet igényelni, és 100 kutya esetében egy év alatt ezt megteszik. Fölmérve az ilyenfajta igényt, meg fölmutatva ezt a fajta felelősséget. Az, hogy a génállomány hogyan szűkül, azzal nem értek egyet a Sárával, mert a génállomány problematikus szűkülése az attól nem fog bekövetkezni, hogy valaki, akinek egy szem kutyája van, és soha egy könyvet el sem olvasott semmiről, az produkál 8 darab kölyköt. Az a fajta hiány, ami a meg nem született, így meg nem született kölykökben mutatkozik, az nem fog jelentkezni a genetikai érték mentén. Sokkal inkább szerencsés, hogyha ezek az kölykök olyan kézen születnek meg, aki tudja, hogy mit akar. Hanem képzett ezen a téren. Nem véletlen, hogy azért most már tenyésztői tanfolyamokat is elkezdtünk tartani, hála a Jóistennek. Tehát, hogy legyenek képben, olvassanak könyvet, mert ez a felelősségnek része. A génállomány szűkülésnek van egy másik, sokkal inkább veszélyes léte vagy lehetősége. Az összes teszt bevezetése mellett a jelenlegi génállománynak van egy jelentős százaléka, akik nem felelnek meg ezeknek a teszteknek. Tehát az eredmény olyan, hogy vagy hordozói egy betegségnek, vagy eleve betegek. Tehát mindkét génen hordozzák ezt a betegséget. Ezeket a kutyákat
elkezdték a tenyésztésből kiszorítani, hiszen ők nem tudják, hogy egy genetikai eredményt hogyan kell kezelni, vagy nagyon kevesen tudják, vagy nem elegen tudják pontosan, mert ezzel sokan tudják. És ennek mentén jelentős mennyiségű génállományt kiszorítunk a tenyésztési programból. Sokszor úgy, hogy ez nem jogos. Mert egy valamely betegséget hordozó kutyát, amely egyébként rengeteg pozitív tulajdonsággal rendelkezik, akár munkaképességét, akár küllemét, akár a fajtára jellemző temperamentumát illetően, kiveszünk a tenyésztési programból egy szempont miatt, amely egy szempont jól alkalmazott párosítással kiküszöbölhető. És ezt az egész kutya mennyiséget kiszorítjuk a kennelklubok látóköréből, mert nem regisztráljuk őket, és ez a kutya mennyiség elkezd abban a kontrollálatlan csoportban, amit említettem, hogy 80-93% már most elkezd szaporodni. Na, ezt át kéne gondolni, hogy ez hogyan lenne úgy helyes, hogy a szakmai szempontok és az állatvédelmi szempontok egyaránt teljesüljenek, mert ez nem megoldott kérdés. Ez egy valós szűrő, tehát erre gyorsan reagálnék, és az elmúlt években mi is sokszor fölhívtuk tenyésztők figyelmét arra, hogy ez se egy jó irány, ugyanúgy igen, kialakítja a plasz nyakhatást, úgyhogy most igen, egyszerűen így nevezzük ezt a szűkülést. Van már erre megoldás, ezek a kvázi genetikai profilok, ami nem csak egy-egy génvariáns szűr, hanem egyszerre több százat, és ezek gyakorlatilag már arra is képesek, hogy megjósolják azt, sőt inkább ajánljanak párosításokat, hogy melyik kutyát melyikkel érdemes párosítani az adatbázisból, hogy ne jöjjön össze két hibás gén. Ezzel együtt ez a modern szűrő szerintem még mindig kisebb súllyal van jelen, mint az egyik, amit kénytelen vagyok rendszeresen említeni, mert szerintem nagyon fontos még ma is a tenyésztők között, ugye, hogy sokszor kevés tenyész egyed járul hozzá a következő generáció létrehozásához. Itt a divatkanokat szokták főleg emlegetni. És az említett tudományos javaslat, ami a cikkben megjelent, az meg arra vonatkozik, amit az ökológusok úgy neveznének, hogy fitness. Tehát nem biztos, hogy annak a kölyök kutyának a kvázi fitnesse, és itt valóban azokról van szó, hogy a betegség allél mellett egyébként jó a temperamentuma, jó az anatómiája, stb. Az felmérhető akkor, amikor a tenyésztő eldönti, hogy hobbi célra kerül-e vagy tenyésztésre. Én itt érzem azt a kis csúszást, amit még időben jó szerintem megelőzni a legtöbb fajtánál. Azzal együtt, hogy a mai viszonyok között inkább az ivartalanítás, mert a jó hír az, hogy ezek a genetikai csúszások korrigálhatók, legrosszabb esetben cseppvérkeresztezéssel, csak jó esetben azért ne kelljen ahhoz nyúlni, ha nem muszáj. Nézed, attól is, hogy milyen betegségről van szó, tehát azért ezt ugye emeljük ki, mert hogy itt nem mindegy, hogy mondjuk az élettel, a jól léttel mennyire összeegyeztethető, tehát hogy ugye egy laikus ebből szerintem csak az ért, hogy betegség, de azért betegség és betegség között óriási különbség van, tehát hiába jó egyfajta egy adott munkára, hogyha mellette egy olyan betegséget hordoz, ami jelentősen rontja az életminőségét. Így van, tehát nyilván tehát nagy különbség van, mondjuk például... Ez a tenyésztő felelőssége, szerintem, hogy ő ezt ki tudja szűrni, igen, ez még belefér, de ehhez egy képzett felvevő piacra is szüksége van. Mert ma jön egy potenciális új kutyás, akinek azon kívül is vannak elképzelése, hogy megsimogasson egy szőrös kis jószágot maga körül, ami szintén egy nagyon pozitív elképzelés, de mondjuk terve van ezzel a fajtával a jövőben, de most kezdi el. A jelenlegi szituációban megkérdez, hogy melyik kutyának milyen 8-7-es kölyökökről beszélünk, melyik kölyöknek milyen genetikai tesztje milyen, és ennek alapján válogat, mert ez könnyű elolvasni egy papírról. De hogy a kutya milyen tulajdonságokkal rendelkezik, milyen a felépítése, számíthatok-e arra, hogy ez még 12 éves korában is úgy fog mozogni, és úgy lesz munkaképes, ahogy azt én elképzelem, hogy már 6-7 éves korban azzal az anatómiai felépítéssel nehézségek kezdődnek neki, ezt nem látja. Tehát van egy nagyon fontos probléma Magyarországon is, de világszintjén is. Nagy kennelek, nagy tenyésztők megszűntek, meghaltak. A mai környezet nem alkalmas a világban
80-100 kutya tartására az volt az igazi tenyésztés, mert különböző vonalakat tudtam létrehozni otthon, azokat egymással kombinálva, sok generáción keresztül genetikailag fit állományt tudtam produkálni. Erre ma nincsen lehetőség, a körülmények nem alkalmasak. Tehát... Itt az is fontos, hogy milyen célra adja el a... Mert ugye nem mindegy, hogy móka. Így van. Célra, mondjuk vegyünk egy jakteriert például, vagy mondjuk egy vadászatra használt, vagy egy munkakutyát. Tehát teljesen más célra adják el, és mondjuk mást vár el a vevő. Az egyedet azt nem mondom, mert hogyha elkezd valaki tenyeszteni munkára vagy küllemre, ezek együtt járó tulajdonságok, tehát nem vagyok híve. Jó, de én olyan kutyát fogják hamarabb persze. Ez már kopik. Állatvédelmi igen. Kérdés. Hamarabb ugye? Kopik a szervezete. De egy tenyésztő dolga az, hogy egy olyan egyedet állítson elő a fajtába, amely valamennyi a fajtára jellemző célnak megfelelhet. Aztán az új tulajdonos dolga, hogy ő mit szeretne vele, azt akarja, hogy szépike legyen egy kiállításon, vagy azt akarja, hogy terelje otthon a 15 darab juhot, vagy valami egész mást akar. De az általam létrehozott kutya legyen alkalmas bármelyik funkció betöltésére, ez az én célom. Az új funkció pedig, ami nem volt jelen, a fajták kialakulásánál 150 évvel ezelőtt, és ma egy nagyon komoly főszerephez jutott, az a szocializálhatóság. Hogy ebben a társadalmi közegben, amit egy város, vagy akár egy kisebb városka jelent, ez a kutya utcára vihető legyen, és szocializálható legyen. Ez egy nagyon fontos új szempont. Tartható legyen mondjuk egy kis lakásban. Pontosan. És most itt független a méretétől. Igen. Szóval ugye vége felé elmondhatjuk azt így összegezve, hogy azért a fajtatiszta kutyák tenyésztése, és úgy egyébként, ha nézzük az állatvédelmet, vagy szűkebb, vagy tágabb értelemben, de nem választható el egymástól, akármennyire is próbálják, vagy mi nem próbáljuk, mert mi azért valamilyen szinten képben vagyunk, de sokan próbálnak sztereotípiákat fölépíteni. Tenyésztők szidják az állatvédőket, állatvédelemmel foglalkozók, vice versa. Tehát nem választható el, és nem is szabad elválasztani, mert különben a két csoportnak a célkitűzései, a törekvései nem fognak tudni teljesülni. És amiben azért egy kis betekintést nyertünk, az, hogy azért a tenyésztőknek a feladata, feladatköre, felelőssége az több, mint amit sokan hisznek, hogy a tenyésztők azok, akik úgy hoznak létre kiskutyákat, hogy azért majd pénzt fogjanak érte kapni. Tehát itt egy sokkal, sokkal komplexebb témakörről van szó, mint amire most így kb. Idő volt. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm, hogy itt lehettem. És még azért egyet hadd mondjak. Mondjad. Ez a tenyésztők és az állatvédők két olyan nagy csoport, aki szívvel, lélekkel csinálja a maga elképzelése mentén a dolgait. Ami most a következő feladat, és ezen én elkezdtem dolgozni, hogy ezek üljenek egy asztalhoz. Mert meg fogják találni a közös pontjaikat, amiről nem is tudnak, és azt hiszik, hogy ők ellenségek. Tamás, olvasd már el a könyvemet, légy szíves. Melynek egy példányát itt felmutathatjuk? Nem, de olvasd már el, légy szíves. Én ezt 2015-ben leírtam. Oké, köszönjük szépen.